Stábunk ismét az egri székesegyházban járt, ahol már összerakták az új szembemiséző oltár és ambó elemeit. A kövek Brács szigetéről érkeztek, amelyeket Magyarországon munkáltak meg. A padsorok beépítésével a héten végeznek az asztalosok, a templom térrel pedig várhatóan a június 12-i nagy liturgiára. Amit most látunk éppen, az oltárasztal most építettük be, ez 3 hónapi kőmunkát jelentett, amit Piliszentiváni kőüzemünkben végeztünk el. A kőanyagot egy Horvátországból származó Brács szigetéről tudtuk beszerezni. Azért érdekes ez a kőbeszerzés, mert ez a kő megegyezik a bazilikával már korábban beépített kőanyagával. Alapkoncepció az volt, hogy a bazilikában már meglévő kőanyagok kerüljenek további beépítésre. Így került kiválasztásra ez az eredeti kőanyagnak megfelelő horvát mészkő, ami a Brács szigetéről származik, Pucsiscsei néven. Mai kereskedelmi elnevezése ez Veselje Unita nevezetű kő. A meglévő motivumokat egy 3D szkennerrel vettük le, Barász Tamás Munkácsi díjas szobrászművész segítségével. Ez alapján készültek el a faragványok, majd a megfelelő pozícióban pedig került kiaranyozásra Kovács Attila restaurátor által. Ez egy nagyon finom, nagyon elegáns kő. Számtalan kővel dolgozunk, de ez a mészkövek között az egyik legszebb kő. Nagyon jól megfaragható, könnyen fényezhető, nagyon sűrű a szövete, tehát nagyon alkalmas az ilyen egyházi kőelemeknek a bemutatására. A motivumot az kézi erővel, a hagyományos klasszikus kőfaragó módszerekkel került belefaragásra az oltárasztalba, majd pedig ugye ez az aranyozás készült, amelyik egy ilyen mixtion alapra, egy vihararany, egy ilyen vékony papírlapra van felkasírozva egy nagyon hajszál vékony arany lemez, és az van utána ebbe a mixtion alapra bedolgozva. Százhúsz évvel ezelőtt nem volt szembemiséző oltár, az a II. Vatikáni zsinat óta létezik ez a fajta misézés, hogy az érsek, illetve hétközben a plébános szembe misézik a híveivel. Ugye a háttal miséző oltárról nem feledkeztünk meg, azt is kőrestaurátorok újították föl, és még újítják, még folyamatban van. De ez igazából 1967 óta, 64-es a zsinat, és 67 óta van ebben a templomban szembemiséző oltár. Akkor egy mérnök kolléga jót akart, vasbeton szerkezetből készítette ezt el, és nagyon vékony lapokkal, két színnel, a fehérrel és a vörössel belett burkolva ez a vasbeton. Sajnos az éleken ilyenkor mindig látszik egy burkolatnál, hogy minthogyha egy fürdőszoba csempe lenne, ezek vékonyka lapocskák. Most mi viszont tömbökben gondolkodtunk, tehát ilyen módon a tömb, az oltár tömbje, az visszanyúlik az ókeresztény időkbe, tehát azokhoz az oltárokhoz, vagy akár mondhatnám az ószövetségi időkbe. És ugyanebből a harmadik, az ambó is ugyanebből a Brass-szigeti kőből készült. Ilyen módon tulajdonképpen ez most egy vonulat. És összeköti
korban is, meg funkcióban is, meg megjelenésben is a bútorok összekötik egymást. Ezek nagyon szépen felújított, azt kell, hogy mondjam, hogy restaurátori minőségben elkészített asztalos munkák. Nagyon komoly időbelisége is volt ennek, és nagyon szép a felületkezelése, a különböző anyaghasználatok és a színek használata is. Hogyha most megfordulnánk az összenyitott tér felé, ugyanez az asztalos műhely rakja össze azokat a padoszlopokat, padsorokat, amik tulajdonképpen kívánták, hogy lebontsuk végre ezt a ütemelhatároló állványt, egész egyszerűen azért, mert hosszabb a padoszlop annál. Nem lehetett csak ebben a térben megvalósítani a padoszlopoknak a felpakolását. A padsorokról pontosan nincs adatunk, nem hiszem, hogy 188 évesek. Megítélésem szerint ezek 1904 és 10 közti berendezések, megújították azt a 80 évvel, az előtt 80 évvel elkészült első padokat. Ez egy picit világosabb volt alapvetően, amikor eredetileg elkészült, tehát ugye itt a viasz öregedésével egy kicsit sötétedett ez az egész, tehát így lett egy antinásabb jellege. És ugye hát ez végül is ezt imitálja, ez az antik viasz is, de alapvetően nem változtat lényegében a színén, tehát tulajdonképpen, hogyha talán egy nagyon-nagyon picit mélyít rajta, a fényén egy kicsit fényesít.